Testvérvárosi találkozó, ismét megválasztották, növekedésre számítanak, Kánikulla a Tiszatónál. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. július 27-én 18 óra 5 perckor. A barátság oka egyedül a barátság maga. Ez a Vas Albert idézet a mottója a Karcag Testvérvárosaiért közalapítvány által szervezett 4 napos Kárpát-medencei testvérvárosaink Karcagon találkozónak. A találkozót az Akácliget Gyógy és Strandfürdőben Szepessi Tibor polgármester és Elek Eszter a közalapítvány elnöke nyitotta meg, és köszöntötte a Bácskos útfalváról, délvidékről, Székelykeresztúrról, Erdélyről, Szepsiből, Felvidékről és a Karcagi Általános Iskolából érkezett 5-től 8. osztályos diákokat és felnőtt kísérőiket. Ugye nagyon nagy öröm számunkra az, hogy újra Karcagon tudjuk megrendezni ezt a tábort, sőt az is, hogy egyáltalán újra meg tudjuk rendezni ezt a tábort, hiszen az elmúlt évek, és ezt nagyon jól tudjuk, hogy nem csak az országhatárokon belül, hanem az országhatárokon kívül is, nem csak az egész Kárpát-medencét, hanem az egész világot érintette az a koronavírus járvány, ami meghatározta mindannyiunk életét. Távol voltunk egymástól, maszkok takarták el az arcokat, nem lehetett látni a mosolyokat, nem lehetett, nemhogy határokon túl, kommunikálni egymással, hanem egy méterre is ott kellett, hogy köztünk legyen mindenféle védő pajzs, akár amikor bement az ember egy hivatalba, egy postára vagy bárhova, és mindig ott voltak ezek a maszkok. Úgyhogy nagyon nagy öröm az, hogy most szabadon látva egymás arcát, gesztusait újra lehet mosolyogni, lehet beszélgetni, nem választanak el bennünket fránya vírusok, nem választanak el bennünket határok, hanem itt tudunk lenni mindannyian ezen a nagyszerű rendezvényen. Ugye a Birkafőző Fesztivál kapcsán már itt volt minden településnek a delegációja, el tudtak jönni a városvezetők, tudtunk egyeztetni egymással, tudtunk beszélgetni, tudtunk azokról a további kapcsolatokról tárgyalni, amelyek meghatározták az elmúlt évtizedeket, hiszen van olyan település, ahol már közel 30 éves az a kapcsolat, amely a két település között működött, működik, és én nagyon bízom benne, hogy ilyen rendezvények kapcsán, ilyen találkozók kapcsán is továbbra is még évtizedekig fog működni. És ennek egyik legfontosabb feltétele az, hogy azok, akik most itt ülnek, a fiatalok, hiszen köztünk idősebbek között már megvan a kapcsolat, tényleg úgy köszöntjük egymást, amikor kiszállok a kocsiból, meglátok itt bárkit, és nem csak akkor, amikor ilyen rendezvényre kell kijönni, hanem néha akár hét közben is egy esős péntek délután, éppen Budapestre egy meccsre tartva tudunk egymással beszélgetni. Szóval mi idősebbek már abban a kapcsolatban vagyunk, amikor fölhívjuk egymást telefonon, beszélgetünk egymással, találkozunk egymás településein. De azok a fiatalok, akik itt ülnek, ők fogják továbbvinni ezeket a kapcsolatokat. Most kell megalapozni a következő éveket, évtizedeket, hiszen majd az elkövetkezendő városvezetések, az elkövetkezendő alapítványi tagok azokból a fiatalokból fognak kikerülni, akik most egymással tudnak beszélgetni, találkozni, önfeledten játszani, megmutatni egymásnak, hogy milyen értékek rejlenek egy-egy településen. A pandémia miatt 2 évig nem volt lehetőség a személyes találkozóra a testvérvárosi barátokkal. Ez a hétvége jó alkalom a meglévő kapcsolatok megerősítésére. A 4 nap alatt a szervezők megmutatják Karcagot az ideérkező tanulóknak a hagyományokon, a kultúrán és a gasztronómián keresztül, míg a karcagi diákok a határon túli magyar anyanyelvű testvérvárosról kapnak ismeretet társaiktól, és közben egymás közötti barátságok is kialakulhatnak, ezáltal erősítve az anyaországban élőkkel a kapcsolatot, összetartozást.
Utóbbit nem csak a piros-fehér-zöld színű pólókba öltözött vendégek jelképezték. A Kerekcipó Kft. Tulajdonosai, Lacik Dénesné és férje ilyen színű mini pizza falatokkal kedveskedett a találkozó résztvevőinek. A köszöntők után dr. Nagy Molnár Miklós, a Györfi István Nagykun Múzeum igazgatója a Konok Kunok történetéről tartott előadást a fiataloknak, majd az Indul a Bakterház című filmet nézték meg közösen a táborozók. Ismét Hubay Imre Csabát választották meg a NAK Jász-Nagykun Szolnok megyei elnökévé. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele. A kamarai munka jelzésértékű az országos vezetők és a nemzetgazdaság felé, hogy akik saját földjeiken vagy bérelt földjeiken gazdálkodnak, jószágot tenyésztenek, az egy összetett feladat. Az élelmiszer ellátásban nagyon fontos tényező. Megvan minden szakterületnek a maga felelőse, osztályelnöke. Az osztályelnökök részben felelnek a gazdakör, illetve a kamara munkájáért, felelnek a saját ágazatok munkájáért, és jelzéssel élnek a felső vezetés felé, hogy mik azok a gondok, feladatok, problémák, amiket meg kell oldani, illetve közvetítik az országos vezetés, országos elnökök, osztályelnökök, befelé közvetítik az uniós elvárásokat, az uniós kereteket, lehetőségeket, és így összhangban a nemzetgazdaság feladataival végezzük munkánkat, valamennyiünk tiszteletére, illetve valamennyiünk érdekében. És ahogy a nemzetgazdaságban az élelmiszerellátás fontos tényező, így közvetlen kapcsolatban vagyunk a termelővel és a vezetéssel. A gazdáknak már elmúlt időszakban, rövid időszakban az öntözéssel kapcsolatos feladatokat tárgyaltuk meg, hiszen a Tisza völgy, a Közép-Tisza vidékéből a Nagykunság, a Sárrét, a Jászság, a Tiszazug mind valamennyi olyan terület, ahol a aszály túltotta problémák felszínre kerültek. Ez ebben az esztendőben nagyon nagy mértékben kifejezésre került, így megyei szinten, illetve városi szinten is foglalkozunk ezzel a dologgal, és a törvényes lehetőségek keretei között megalkottuk, illetve folyamatban van a megalkotása az öntözési közösségeknek, hogy ezeken a nehéz problémákon úrrá legyünk, versenyképesek legyünk, és megfelelő mennyiségű, minőségű terméket tudjunk előállítani élelmiszernek, takarmánynak, illetve az exportállapnak megfelelően. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programja, ez már 11. éve működik. Ennek alap szempontja a nemzeti összetartozás. A nemzeti összetartozás keretén belül a gazdák összeadják a búzát, megölik, és a rászorulóknak, a karitatív szervezetnek kiosztjuk a lisztet. De ezen túlmenően a gazdatársadalom összetartozását jelenti az is, hogy összefogunk, közös cél érdekében tevékenykedünk, és alkalom arra a Magyarok Kenyere program, hogy ünnepség keretein belül ráirányítjuk a figyelmet a régi időszakban a búzatermesztésre, a mai időszakban a búzatermesztés annak mennyiségére, lehetőségeire, és úgy gondolom, hogy ennek a célja az, hogy olyan eszközöket alkalmazzunk, amik a célokat megfelelően szentesítik, illetve valamennyiünk számára pozitívan tudjuk hasznosítani. A nemzetgazdaságban az élelmiszerellátás fontos tényező, így közvetlen kapcsolatban vagyunk a termelővel és a vezetéssel, mondta el kérdésünkre Hubay Imre Csaba. A következő 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest a szállásadók 50%-a növekedést vár a vendégészakák számában, 46%-uk stagnálást, és csupán 4%-uk vár visszaesést a turizmus minden alágazatára kiterjedő reprezentatív turizmos konjunktúra index júniusi adatai szerint. A következő 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest a szállásadók 50%-a növekedést vár a vendégészakák számában, 46%-uk stagnálást és csupán 4%-uk vár visszaesést a turizmus minden alágazatára kiterjedő reprezentatív turizmos konjunktúra index júniusi adatai szerint, közölte a Turisztikai és Vendéglátó Munkadók Országos Szövetsége és a Gazdaságkutató Intézet közleményében. A Karcag Televíziónak küldött közlemény szerint a vendéglátásban működők a jövőre vonatkozóan kissé kevésbé optimisták, mint a szállásadók, mert 38%-uk vár forgalomnövekedést, májusban ez az arány még 63% volt, míg 52% stagnálás, 10%-uk pedig visszaesést vetít előre.
A júniusi TK Index plusz 6 ponton áll. Ez szerint az ágazat szereplői enyhe konjunktúrát érzékelnek. Májushoz képest az index értéke enyhén 6 ponttal csökkent. A szálláshely szolgáltatásban plusz 4 pont, a vendéglátásban szintén plusz 4 pont, az egyéb turisztikai szektorokban pedig plusz 11 pont volt a konjunktúra index értéke 2022. 6. hónapjában. A foglalkoztatott létszám alakulása az elmúlt 3 hónapban az előző év azonos időszakához képest plusz 10 ponton áll, ez lassú ütemben növekvő munkaerőkeresletet mutat. A mutató mindhárom alszektorban pozitív, ezen belül is leginkább a szálláshely szolgáltatásban, legkevésbé pedig az egyéb turisztikai alszektorban. A foglalkoztatotti létszám alakulása a következő 3 hónapra vonatkozóan plusz 9 pontot jelez, amely enyhe túlkeresletet jelent, enyhébbet, mint májusban. A turizmus foglalkoztatási várakozás indexe 2022. júniusában kissé meghaladta a GKI EU számára végzett konjunktúra kutatásban mért szolgáltatási szektorra számított index értékét, ugyanakkor megegyezett a nemzetgazdasági átlaggal, plusz 9 pontot tett ki. Továbbra is kellemes családi kikapcsolódást nyújt a Tisza-tó a családok számára is. A Tisza-tó létrehozása, valamint a kiskörei vízlépcső megépítése jelentős változásokat hozott a település életében. A Tisza-tó szigetekkel tarkított, mesterségesen létrehozott 127 négyzetkilométer nagyságú árterületéből 14 négyzetkilométer egybefüggő szabad vízfelülete abátszalóknál található. Ennek köszönhetően mára a vízi sportok, a horgászat, a vadászat szerelmeseinek paradicsomává vált. Abátszalók méltán híres nyári rendezvénysorozatáról, mely az abátszalóki nyárnevet viseli. A rendezvények egész nyáron át tartanak, melyek közül mindenki saját maga érdeklődési körének megfelelően választhat kulturális, képzőművészeti vagy sport témájú eseményekből, rendezvényekből. Évente 100 000 keresik fel a települést. A programok között minden korosztály megtalálja maga számára a megfelelő kikapcsolódás lehetőségét. A rendezvények elsősorban a tópartra és annak környékére összpontosulnak. Abátszalók legfőbb turisztikai vonzereje természetesen a Tisza-tó, mely vízparti üdülések helyszíne, a vízi sportok paradicsoma, pezsgő a strandi élet, beach hangulat, élménygazdag programok váltják egymást. A Tisza-tó strand területén a 400 méter hosszú partszakaszon árnyas és napozásra is alkalmas plázs ad lehetőséget a strandolóknak. A Tisza-tónál abátszalókon a parton étterem és sok más egyéb szórakozási lehetőség várja a vendégeket. Bőséges nyári program igazi színes kavalkát teszi hangossá a partszakaszt. A kiváló hűs, árnyas horgászhelyek miatt a horgászoknak is kedvelt célpontja. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!